Kedves testvérek, a mai ünnepen Szent Józsefre figyelünk, és amikor olvassuk ezeket a szentírási idézeteket, hogy ezek a szentírási idézetek hogyan utalnak Szent Józsefre, az első könyvben, a Sámuel második könyvéből, amikor az Úristen ígéreted ad Dávidnak, Dávid eldönti, hogy templomot épít, és valójában azt a jövendőlést kapja, hogy az Úristen fog neki építeni házat, és ez majd tudjuk, hogy az örök élet lesz mennyek országa, és hogy a trónja örökké szilárdan fönn fog állni, az ő utódjának a trónja, amit akkor úgy értelmeztek, hogy Dávidnak a fia, Salamonnak a királysága is, utána a többi királyságnak a trónja fönn fog állni örökké, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 3000 év alatt talán, de a 2000 év alatt mindenképpen lehet mondani, hogy nem állt fönn csak akkor, csak Salamon idejében, csak arra a 40 évre, amennyit uralkodott Salamon, és utána már a többi királyok viszálykodnak, bálványimádással foglalkoznak, szétszakad az ország, gyakorlatilag soha többet nem állt fönn már ez a trón, fizikai értelemben, de mi ma már Jézus halála után azt értelmezzük, hogy ez a trón, ami örökké fönn fog állni, az igazában az Istennek a trónja, ahol az Úristen fog uralkodni, akár itt ezen a földön, akár a mennyek országában. És ahogy József is leszármazottja a Dávid királynak, és más ágon Máriáról is azt mondják, hogy ő is a Dávid királynak a leszármazottja, de a nőknek általában nem követték a családfáikat. De abban az értelemben, hogy a trón örökké fönn fog állni, és hogy a királyság örökké lesz, ezt Jézusra értelmezzük a leginkább. És ahogyan látjuk, hogy ez a királyság, ez nem fizikai értelemben történik meg, hanem lelki értelemben. És ahogyan olvassuk a második olvasmányban, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, ez az öröklés, ezt ugyanúgy nem e világra kell értelmezni, hanem lelki értelemben, ahogyan mondja, hogy a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el. Vagyis Ábrahám a hite miatt válik minden hívőnek az atyává, aki hisz, az Ábrahámnak a leszármazottja, és így fogják örökölni a világot, és így fog a trónja az Úristennek fönnállni, hogy azok, akik hisznek, azok ehhez a királysághoz akarnak tartozni, ehhez az országhoz akarnak tartozni, ahol a hitében él az ember. És amikor Józsefre tekintünk, akkor azt mindenféle formában el lehet Józsefről mondani, hogy ő hitt az Úristennek, engedelmeskedik az Úristennek, látjuk azt, különösen amikor a legnagyobb bizonytalanságban van benne, hogy most magához fogadja-e Máriát, vagy nem. És ahogyan olvassuk, hogy nem akarta őt megszégyeníteni, amiből látszik az, hogy ő meg van győződve abban, legalábbis hát a tények ezt mutatják, hogy gyermek lesz, és József tudja, hogy ez a gyermek nem tőle van, akkor bizonyára más valakitől. És emiatt, de ennek ellenére nem akarja megszégyeníteni, ami látjuk azt, hogy a szeretetnek valamilyen féle formája, tehát a szeretetet azt sokféle színre tudjuk felosztani. Lehet sorolni talán a végtelenségig, hogy türelem, jóság, szeretet, és ez a nem akarja megszégyeníteni, ez is egyféle része ennek a szeretetnek, ami József részéről van Mária felé.
de el akarja bocsátani, mivel látja azt, hogy más az édesapja a gyermeknek. És akkor az Úristen megjelenik neki álmában, és József engedelmeskedik az Úristennek. Úgy történik, ahogyan József mondja, Józsefnek mondja az Úristen. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szent Lélektől van. Fiat születik majd, akit Jézusnak nevezem, mert ő váltja meg népét bűneitől. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Biztosak lehetünk abban, hogy Józsefnek nem ezek voltak a tervei, amikor eljegyezte Máriát, és mégis hajlandó az Úristennek engedelmeskedni. És ezt az engedelmességet látjuk majd Jézusnál már 12 éves korában, amikor más lenne kedve tenni, az lenne a kedve, hogy ott legyen a templomban, tanító mesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. És aztán, amikor mondja, hogy miért kerestetek, nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Emberi gondolkodás szerint azt lehetne mondani, hogy a leglogikusabb lenne az, hogyha Jézus ott tanulna Jeruzsálemben, ott lenne a farizeusok, a főpapok között, a tanítómesterek között, és készülne az ő küldetésére. De látjuk azt, hogy a mennyi atyának más a terve, majd bizonyára ő lesz a tanítómestere, amiről már semmit sem tudunk majd később. És ahogyan olvassuk, hogy akkor követte őket, lement velük Názaretbe, és engedelmeskedett nekik. És ezt az engedelmességet látjuk, ami Józsefnél is volt az Úristen felé, és Jézus engedelmeskedik az ő szüleinek, szülei lesznek egyenlőre legalábbis azok, akiknek kell engedelmeskednie Jézusnak, és később ezt az engedelmességet nagyon sokszor látjuk Jézusnál is, hogy a mennyei atyának engedelmeskedik. Ilyenkor, amikor imádkozunk is a édesapákért, férjekért a mai szentmisében, akik sokféle oknál fogva nem jönnek el, vagy nem tudnak eljönni, vagy elmentek, elvitték őket, elmenekültek innen az egyházközségből, de mi imádkozunk érettük, akárhol is vannak a világon, akár a háborúban, akár külföldön, akik hozzánk tartoznak valamilyen formában, akik ide jártak a templomba éveken vagy évtizedeken keresztül. És hogyha ezt az engedelmességet hangsúlyozom a családban, akkor azt látjuk a Szent Háromságban, magában a Szent Háromságban is föl tudunk tételezni valamilyen jellegű engedelmességet egymásnak. Amikor erről a kölcsönös szeretetről beszélünk a Szent Háromságban, hogy kölcsönösen ajándékozzák magukat egymásnak, ami egyben önátadást is jelent, ez az ajándékozás, mert mi, amikor tudjuk azt, hogy ajándékozzuk magunkat másoknak, akkor saját magamat adom oda, egy részét magamból, és azzal együtt, amikor én magamat oda ajándékozom, én kevesebb leszek. És ezt a kölcsönös önajándékozást látjuk a Szent Háromságban, és erre a képre, erre a mintára, erre a képletre teremt bennünket az Úristen. És látjuk azt Józsefnél, hogy amikor engedelmeskedik az Úristennek, hogy álmában az Úristen őt indítja, hogy mit kell tennie, feleségül Máriát, Jézus nevet adod neki, és ő úgy cselekszik, ahogy az Úristen mondja, és ezt az engedelmességet látjuk Jézusnál, ami szintén oda ajándékozást is jelent. És majd később,
amikor Jézus engedelmeskedik nem csak a mennyei atyának, hanem nagyon sokszor látjuk azt, hogy embereknek is, nyilvános működése alatt is, amikor kérik, kényszerítik a vakok, jerikói vak, a Jairus, amikor hívja az ő lányához a szíriai pogányasszony, amikor követeli azt, hogy meggyógyítsa az ő gyermekét. És nagyon sokszor látjuk ezt az engedelmességet emberek részéről is, vagy részére, de ez mindig egyeztetve van a mennyei atyával. Tehát, hogyha mennyei atya kéri, engede, beleegyezik, akkor ő azt megteszi. És hogy ez hogy történik, azt ugye nem tudjuk, titokzatos kapcsolatban van Jézus a mennyei atyával. És talán a mai szentmisében ezt az engedelmességet szeretném hangsúlyozni, ahogyan József engedelmeskedik, Jézus engedelmeskedik, hogy keressük meg azt, hogy mi kinek engedelmeskedünk. Akármilyen nagy főnök valaki, akkor is kell, hogy engedelmeskedjen akár jogszabályoknak, törvényeknek, akár a felettesének, akár még nagyon sokszor a munkatársainak, minthogyha ilyen képlet szerint lennénk teremtve, a DNS-ünk ez lenne, hogy kell, hogy engedelmeskedjünk, és ezt látjuk Józsefnél, Jézusnál, Máriánál, és amikor olvassuk a Bibliát, akkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy az Úristen is kér tőlünk engedelmességet feléje. És hogyha megkérdezem, hogy én kinek engedelmeskedek, vagy hogyha úgy kérdezem, hogy hogy szokott lenni, nekem engedelmeskednek mások, vagy én engedelmeskedek másoknak? Hajlandó vagyok-e az Úristennek engedelmeskedni? Mert hogyha az Isten fia, aki itt volt, engedelmeskedett teremtményeknek, Máriának, Józsefnek, akkor azt tanítja nekünk, hogy mi is engedelmeskedjünk másoknak. Ami nem azt jelenti, hogy madzagon húzgálnak bennünket, mint a bábukat, amit nem úgy van, mint egy programot teljesítünk, ugrálunk, hanem mindig egyeztetjük azt az Úristennel is. Hogyha az Úristen nem kéri, másképp gondolja, akkor mi is másképp tesszük. Sőt, az egyház azt is mondja, hogy ha valami ellenkezik az Úristen parancsaival, akkor senkinek se kell engedelmeskedni. Se a főnöknek, senki másnak, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy az Isten parancsaival ellenkezik. És ugyanúgy érvényes, hogy szolgálunk a testvéreinknek, akár engedelmeskedünk nekik, de ezt mindig egyeztetjük az Úristennel. Ezt tanuljuk ma Józseftől, Jézustól, Szent Családtól, akik elsősorban az Úristennek engedelmeskedtek. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható.